Üdvözlök mindenkit, Necrozim vagyok, jön egy kis Code 4 Remastered. Miért? Mert az egyik kedvenc játékom, mert hogy szeretem a Call of Duty-t, mert hogy van egy-két ember, akit érdekel a csatornámon, és vannak azok az emberek, akik megvették, mert hogy Infinite Warfare és Code 4 Remastered, és jaj, de jó, és vannak azok az emberek, akik csak így távolról nézegetik, és vannak azok az emberek, akik zsörtölődnek, hogy hát ez ugyanaz, mint a hülye Call of Duty 4, miért vegyem meg, meg különben is együtt adják az Infinite Warfare-re, nekem nem kell az a szarjáték, megvárom, amíg szétválasztják, ha egyáltalán szétválasztják, és hogyha szétválasztják, és még meggondolom, hogy megvegyem-e teljes árban, mert mértől függetlenül még bármikor visszamehetek kód négyezni, mert ugyanaz a két játék. Hát, most arra azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Nem ugyanaz a két játék. Vagyis hát van egy link a videó leírásában, ami a Reddit poszthoz vezet, aki ismeri a Reddit-et, kattintsatok, ránézzétek meg, és ezek újabb kiegészítők, amelyek jönni fognak a Call of Duty 4 Remastered-del. Na most, ha azon filózná, hogy a két játék ugyanaz, ugyanúgy játszik, ugyanúgy vannak benne mindig, és mi értelme van már megvenni, akkor érdemes meggondolni magad, mert a két játék már nem ugyanaz. Maga a játék stílusa egy kicsit ugyanaz, de mégis valami új. A pályákat leszámít, vagy gyakorlatilag benne valahogy valami újdonság van benne. Tehát a pályákat leszámítva mégis ugyan van valami benne, valami újdonság. Ez csak a játék menetre értem, mert hogy gyakorlatilag, amióta kijött az MV Remastered, addig azóta már ugye kaptunk egy hatalmas update-et, amik behoztak skineket, szupli dropokat, minden. És most, hogyha megnézitek a Reddit posztot ott a túloldalon, láthatjátok, hogy fogunk kapni új attachmenteket, új fegyvereket, tehát például lesz heartbeat szenzor, lesz akimbo, lehet, jó, így mondom, lehet, hogy lesz heartbeat szenzor, lehet, hogy lesz akimbo, lesz variable zoom a sniperekben, lesz új shotgun, lesznek új fegyverek, egy-két MV2-es fegyver, és kapunk tehát tényleg különböző fegyvereket, amik már benne vannak a játékfájlokban, tehát ezeket feltörték gyakorlatilag, és a közeljövőben meg fogjuk őket kapni. Szóval van egy olyan érzés, hogy valahol az MV és az MV2, tehát a Modern Warfare és a Modern Warfare 2 egy valahol egy kicsit így össze fognak olvadni, és valahogy kihozzák a kettőből a két játékot, és azt kell, hogy mondjam, tehát ez számomra ez nagyon fontos, az MV Remastered egy olyan irányba halad, ami a mai shootereknek, vagy a mai Call of Duty-tól elvárt színvonal felé tart. Hogyha nem esik át a túlzásba, mondjuk nekem már a Black Ops 2 stílus, az egy túlzás lenne, de az MV2-es stílus szigorúan megmaradva az MV2 maximum MV3 szabályoknál, hogyha addig tolják ezt a játékot, az nagyon is rendben van, és nagyon is helytáll egy olyan mai játékban, amit a Call of Duty-tól manapság elvárhatunk. Hát legalábbis úgy gondolom én. Szóval az MV3 az MV Remastered mindenképpen, vagy Code 4 Remastered hívjátok, vagy akarjátok, mindenképpen én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban egy új játék, tehát egy új játékot kapunk, és ha netán azon gondolkodnál, hogy megvedd ezt a játékot, olyan nehéz azt mondani, hogy ne, tehát igen, vedd meg ezt a játékot. Amire nehéz azt mondani, hogy ne vedd meg játékot, az az, hogy nem biztos, hogy az Infinite Warfare-rel együtt érdemes venni. Lehet, hogy tényleg külön fogják egyszer választani. Nem tudom. A lényeg az, hogy mostanában sokat játszom az Infinite Warfare-rel is, illetve volt rá alkalom, hogy egy barátom megvette, elhívott játszani, játszunk együtt, és sokat játszom vele, és azt kell, hogy mondjam, hogy van az Infinite Warfare-ben egy olyan részleg, hogy Team Deathmatch, Tactical Team Deathmatch. Na, és az a Tactical Team Deathmatch-nek az a különlegessége, hogy nincs ugrabugrálás. Tehát ott nem működnek a kis jetpackek, nem tudnak 600 kilométerekbe ugrálni, magyarul sima, egyszerű, lebutított, földön járó Call of Duty.
Ennyi. Ezekkel a jövő fegyverekkel. Na most természetesen különbözik a Cognito abból szempontból, hogy inkább egy olyan rassolósabb játék, mint annó volt a Black Ops 2 például, tehát kb. Ahhoz tudnám így hajazni, mint egy Black Ops 2-höz, és csak nincs ugrabugrálás, és így már az Infinite Warfare egy teljesen elfogadható játék lett. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten élvezem így. Tehát a fegyverek adják, vannak benne OP fegyverek, természetesen akimbo minden lószar, és így már akkor is tök élvezetes, és megtalálja mindenki benne a fegyverét, de kicsit meg kell szokni a játék gyorsabb tempóját, mondjuk a COD 4-hez képest. Egy kicsit gyorsabb a tempója, még így is, hogy nincs benne ugra-bugra ebbe a Team Tactical Team Deathmatch részlegbe, jó lenne, ha lenne ilyen Domination, stb. De annyi játékmód van az Infinite Warban, hogy kurva sok rohadt sok tartalommá válik, és nem beszélve arról, hogy maga az Infinite Warfare, így, hogy játszottam vele, vagy játszok vele igazából egyre többet, észreveszem, hogy mennyi tartalom van ebben a játékban. És akkor most visszatérek egy kicsit oda, hogy most a kettőt együtt megéri-e megvenni. Egyre nehezebb megválaszolni ezt a kérdést. Ebből a szempontból, hogy legalább egy olyan játékmód van az Infinite Warfare-ben, amit szívesen játszok, mert hogy nincs ugra-bugra, de őszintén szeretek veletek most, amíg az ugra-bugrát is kezdem megszokni, megszeretni, illetve elfogadni, hogy benne van, és alkalmazkodni hozzá. Mert attól függetlenül rengeteg olyan játékmód van az Infinite Warfare-ben, ami élvezetes. És... De különösebben, hogyha én ragaszkodom a régi COD típushoz, akkor ott van ez a Tactical Team Deathmatch kategória, és az tök jó kielégíti minden vágyat, hogy egy CODról el tudok képzelni, és modern shooter, és robotok, valami, szóval, hogyha még erre is vágysz, de nem szereted az ugrabugrát, de vágysz erre a jövőbeli valamire, akkor ezt ajánlom. És hogyha ezt az aspektust veszem, és azt, hogy mennyi tartalom van mind a két játékban együtt, így már azt mondom, hogy oké, vedd meg. Tudod miért? Mert hogyha megunod a COD 4-et, valami oknál fogva, ott van még az a szaros játék legalább, az neki egy esélyt, ott van még a zombi, a single player, a multiplayernek különböző aspektusaiban lehet, hogy megtalálod a számításodat, mint ahogy a haverom is szereti az ívét, szereti a futurisztikus játékokat, és ezért is vette meg a Call of Duty-t, mert hogy szereti a robotokat, a modern fegyvereket, a jövő fegyvereket, minden, de ő se szereti az ugrabugrát. És ő mutatta meg nekem ezt a Tactical Team Deathmatch-et, és így én is megszerettem már, mint úgy tök elfogadhatóvá vált a játék. Szóval, ezeket mind figyelembe véve, hogy az EV a rengeteg tartalmával, a COD 4 Remastered a tartalmával, és a még rájövő tartalmával, úgy unkomplett egy olyan csomagot kapsz, ami a jelenből a jövőbe repítve játékok sorozatában lehet játszani, és az igazság az, hogy hosszú-hosszú időre szórakoztatás fog adni. Az évének meg egy kis időt kell adni, felvedd a játék tempóját, de van egy videóm Infinite Warfare-ről, nézzétek meg, hogy játszom ott, vagy hogy mennyire vettem fel a játék tempót, és ott játszom a haverommal csak így live-ba, és megnézhetitek, hogy milyen maga a játék, és rájöttek, hogy ez a Tactical Team Deathmatch nem igazán tér el a többi Call of Duty-tól, és emiatt pofása jóvá válik az Infinite Warfare. Ez lett volna a beszámolom, srácok, ezek lesznek a, nézzétek meg a posztot, a Reddit posztok, ezek várható a COD 4 Remasterre. Én támogatom már, mint a COD 4 Remasterre támogatom, szeretném, hogyha többen játszanának vele PC-n, és én úgy gondolom, hogy számomra egy olyan irányt vesz föl, ami a modern shooterektől elvárhatók, skinek, dropok, minden pöcsöm, amihez kell. Ez így rendben van, mert valahogy hajt, hogy játszak tovább vele, hiszen a COD 4 esetében egy olyan játékról beszélünk, amivel beleraktam legalább 5000 órát. És nekem már tényleg kell valami új, hogy játszak vele, tényleg kell valami extra, hogy játszak vele, mert visszamegyek, nosztalgiából megyek visszajátszani, de kell valami újdonság nekem is, tehát jól esik a lelkemnek. Srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, ha nem, akkor egy diszlájkot, de a következő videónál találkozunk. Sziasztok!